Nos, üdvözlök mindenkit, így az ötödik fejezet elején. Eddig a történet, röviden, egészül felgöngyölítettük az ügyet, és eljutottunk ugye addig, hogy mindenki sáros, aki körülöttünk van, minden társunk, sőt, még a rendőrfőkapitány is sáros az ügyben, és mivel, hogy hát azon a szélén voltunk, hogy lebuktassuk őket, ezért ők mártottak be minket, és nagyon úgy néz ki, hogy mi kerülünk börtönbe, és a játék onnan folytatódik, ahol elkezdődött, és hát megyünk a börtön felé, és több mint valószínű, hogy meg fognak minket szöktetni, hogy mi történik utána, azt még nem tudjuk, de közben rájöttem, hogy mi baj van a játékkal, tehát mi a játéknak a problémája. Az az, hogy így gondolkodtam rajta, és szerintem azt mondanám, hogy az, hogy megpróbáltak valahol a valóság köré, valóság körül megmaradni, de hát aztán ki tudja, hogy zajlik valójában a rendőrakció, de megpróbáltak valami valóságosak lenni, ám ugyanakkor, mivel hogy egy játék el is rugaszkodni bizonyos jelenetekkel ettől attól a valóságtól. Na most a probléma az, hogy nem elég valóságos a játék, viszont nem is elég játékos a játék. Nem rugaszkodik el annyira a valóságtól, hogy egy igazi játékfélig legyen, mint például a Call of Duty, hogy a Call of Duty-ban egy igazi szuper katonát varázsolnak belőle, elképesztően hihetetlen jelenes sorozatokkal érik mindezt el, és ez itt nincs meg. Igyekeznek megcsinálni rá egy fantáziadús játékakció jelenetet, de nem képesek elrugaszkodni igazán ettől. És egyelőre, persze ki tudja, hogy mi lesz, de egyelőre nem, és ettől olyanná válik, mint tudjátok, egy átlagos rendőr sztori az egész, és úgy próbálták megcsinálni a filmesített történetet, hogy megcsináltak ilyen epizódokkal, és az film hangulatot adni neki, úgy lesz, hogy tényleg megszöktetnek, és itt a problémája, hogy nem is játék, nem is túl valósághű. Ezt Vin Diesel is megrigyelte volna a Fast and Furious-ben. Na, nem is túl játék, nem is túl valósághű, és az egésznek itt megmarad egy ilyen IMDb-n 5-ösre értékelt szintje az egésznek. Úgyhogy, hát meglátjuk, hogy folytatódik. Ez, aki itt minket húz, ez a tep, a játék elején kaptuk előtt. És hát, úgy látszik, ő is börtönbe került. Most itt elejtettek pár kulcot. Oké. A toronya, elkemenem a víztoronyhoz, mert ott találkozni fogok Tysonnal. Tyson ugye a feje ennek az egésznek, és itt ez a TEP nevezetű alak elejtett egy érdekes mondatot. Tyson fog velem találkozni, amint végzett ezzel a zsaru félrevezetés ügyjel. Szóval lehet, hogy itt már megint egy nagy átkúrás van, és zsarut, tehát a mocskos zsarukat is félrevezeti ez a Tyson. A másik fordulat, amit el tudnék képzelni, hogy akárhonnan indult a sztori, akárhonnan indult is a sztori, lehet, hogy már eleve így volt eltervezve, hogy én így épülök be közéjük. Értitek? Szóval azt nem láttuk, hogy nem láttuk a teljes előzményeket, és lehet, hogy már eleve így tervezte el az összes rendőr, a rendőrfőkapitány, mindenki így tervezte el, hogy én így épülök be közéjük, miközben ők kiadják magukat mocskos zsaruknak. Na, megpróbálok ellopakodni köztük, és nagyon... Wow, nem, ez így nem lesz jó. Próbálok ellopakodni. Itt tartunk, és tényleg két eset van, hogy én direkt épülök be, azáltal, hogy a társaim kiadják magukat mocskos zsarónak, és én az egyetlen becsületes, és így próbálok beépíteni.
CP, this sector's clear. Ok. Sorry, man. It's you or me. Vagyis kimondta, hogy ez a szektor az clear. Ott jön két rendőr természetesen. Úgyhogy... Na jó, ez macer ez a vét. Most ezzel történet kíváncsival tettek. Nem mondom, hogy... nagy szám a single player, de jobb, mint a BF3-i, és jobb, mint a BF4-i sztori ügyben. A BF3 legalább el tud, a BF3 BF4 legalább valahol el tudott rugaszkodni attól a valóságtól. Hát ez hihetetlen. Menjetek már el. Na. Oké, elmentek. Próbálunk átfutni. Nem találom az utat. Az ott még lehet, hogy ott lesz az útja. Nem ott lesz az út. Esetleg. Ó, hát... Necces. Ó, hülyen lezárják az egészet, hogy nem találja az ember az utat. Arra se látok senkit, is tudti, hogy kb. Az az egy... Aha, jó. Vagy. Ez a lopakodás és nem lopakodás című történet, baszki. Itt van út? Van. Köszön. Na, kőkemény lopakodás itt most. Remélhetőleg nem veszek észre. Ha elkerüljük a flashlightot, akkor elméletileg nem fognak észrevenni, nem? Oké, tovább jutottunk, ügyesek vagyunk. Jó, egy rendőrkocsi. Azt... Egy csöppet sem izgalmas ez a rész, ahol inkább idegesítő, hogy így lelassítják ezzel az egészet. És az rettenetesen idegesítő. Ó, bazd meg, de megijedtem. Hey man, take it easy. Hang back before they see you. Ó, bazd meg. Ó, na, lebuktam, mint a szar. Azt sem tudom, hogy merre kell menni. És ez a kurva helikopter... De hát akármi történik, legalább tudom, hogy nem erre kell jönni. Annyi biztos. Kussoljatok el, és hagyjatok élni. Vagy el. Azt most lebuktam. Na hát azt már tudjuk, hogy nem erre kell jönni. A másik meg az, hogy akkor szerintem hagyni kell azt az ürgét, hogy elfusson. Őt elkapják, és akkor max utána tudok én menni. Ja. Szerintem az lesz. Jobb, jobb. Itt még elfutunk gyorsan. De akkor, hogyha ott egy kerítésen vagyunk... Jó, itt ez az űrge. Na, lebukik vagy? Aha, lebukik. Jó van. Azt lebuktatja. Minket keresnek, de nagyon. Bocs, a lebukás jön, de ez van. Ezt kell szeretni. Helikopter elmegy. Azok ketten ott vannak, ez fantasztikus.
Lehet, na, egyre, bazd meg. Egyre többen vannak, itt fal után. Kiúdni nem lehet csak arra. Ó, hogy ezt ketten is meghallották. Jó, ezt leütöttük. Arra megyünk. Erre. Remélem, hogy van valami út, valami kis ott. Egyszerű. Juhú, megvan az út, gyerekek. Oh. Lehet, hogy csak nekem volt nehéz megtanulni. Megtalálni az utat ebben az Open World játékban. Na hát valami elterelést kell. Kácsi, jó, az egyik legalább elmozdul. Az már valami. De hogy az az útunkban van, az biztos. Gotta find something to distract. Igen, igen, nem úgy csinálját, hogy... Na, bemész a házba, vagy nem? Nem csak elmegy innen. Nem, elmegy a házhoz. Addig okos voltam. Igen, takarodjál be a házba. Itt kurva sok a rendőr. Oh, na jó, igen, nézze be. Ó, oh, na. Ki ne találjátok már. Na, ezek között hogy megyek át? Wow! Na remek, bazd meg, én hülye. Még mindig elfelejtettem beállítani a beállításomat, azért történik meg ez. De nem baj, mégis jó figyelem elterelés volt. Utás van. Juhú! Na merre? Arra nem. Arra nem, akkor erre. De ez jó, végül is jól jöttem ki a dologból. Remélem vége lesz már ennek a résznek. Majdnem megvolt neki az izgalmi eleme. Most már elérnék a lényeghez, mert a sztori már úgy érdekel, de... Maga a játék, gameplay annyira nem érdekfeszítő. Tehát nincs benne meg az a fantáziadúság, hogy érdekfeszítő legyen maga a gameplay része. Hát csak megyünk, azt lövöldözünk és... Semmi ilyen. Izgi nincs benne legalább, nem tudom, ilyen... Szuper zsarú lennék tényleg, mint ilyen Time Cop vagy valami. És akkor így fasza lenne, de... Na itt van a rossz fiú. Ő a Tyson. Nem, ez nem a Tyson. Ez nem a Tyson. Ő a könyvelő, akit az első részben elkaptunk. He didn't escape with me. Tap. Right now he needs prison. It's a great place to kick a cocaine habit. Believe me, I know.
Look, asshole. I don't know what the hell you've pulled me into. Hey. You can just fucking forget. Hey. Right now, there's someone you need to talk to. Here, take this. What the hell is this? See that billboard? Flash the light 3 times. Really fast. Ezt nem én csináltam, ezt a játék csinálta. That's where we need to... Oh, shit. We're not safe here. We gotta split up. Tyson? Meet me at the bottom. Ó, már megint kell lopakodni 62 helikopter között? Jó, van, oda kell eljutni, az a lényeg. És még több rendőr. Azt hiszik, hogy ezzel izgalmasra teszik a játékot, tényleg? Aha, jó, még több rendőr. De remélem, hogy ezért gyorsabban fogok tudni haladni. Adott már neki fegyvert, akkor végképp gyorsan tudnék haladni. Jó, lebuktam. Target is hostile, az anyát kívül. Jó van. És nem tudom, merre van az út. Kurva rendőr. Hát ez mi? Keresőfény remélem nem mutat le. Jó van. Haladunk, csak azt nem tudom, hogy merre. Wow, wow, wow. Itt vagyok, itt vagyok. Csak ennél gyorsabban szeretnék egy kicsit futni. Ha nem baj. Ja, mert biztos nem jut eszükbe ide bejutni. És bejutni. What are we doing here, Tyson? Just bear with me. You'll see. No, no, how about you tell me now? Start with why you thought blowing up the bus I was riding in would be a good idea. That was a terrible idea, but it worked. Come on, follow me. Na jó, eddig a követős kőkemény feladat van. Hát, nem volt rossz ez a rész, de nem estem hasra, és igazából eddig az egész történet egy nagy klisé volt. Tehát természetesen macskas körülöttünk mindenki, természetesen mi kerülünk börtönbe, ő helyettük, természetesen kiszabadítanak, és természetesen itt van Kai. Fucking kidding me. Taps transfer. Getting him a key. Crooked cops. You know which strings to pull. Look, for what it's worth, I'm sorry. Give me a reason not to knock you out. One, I hit back. Oh, I'm counting on it. And two, Julian Dawes. Think about it. He put me out of business. He locked you up. Eventually, he fucked her over too. You're about the only one we can trust. Trust? Uh-huh. What could possibly be in it for me? Dawes needs to know there are consequences for what he's done. You've always been the bring him to justice type, right? How about I tell you both to go fuck yourselves? Then we go fuck ourselves. Yeah. What? And you get yourself a new orange jumpsuit. Ez nem értetőt. Jó, azt mondom mindkettőtöknek, hogy basszátok meg, akkor elmegyünk és megbasszuk, mi? A lényeg az, ami itt történt most, hogy a csaj kiderült, hogy le akarja buktatni a kapitányt. Valami oknál fogva. És ennyi volt az ötödik rész. A lényeg az, hogy kiszabadítottak, és a csaj az gyakorlatilag le akarja buktatni a kapitányt. És most bosszút akar állni rajta, mert ő is úgy érzi, hogy veszélybe került emiatt. Na, találkozunk a következő résznél.